Szalagavatóztak a varrósok, Jászhunság évkönyv, Örtűz, Te szebb Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 12-én 18 óra 5 perckor. A Dériné Kulturális Központban tartotta szalagavató ünnepségét a KSC Varró István Technikum Szakközépiskola és Kollégium 81 végzőse. Az ünnepségen részt vett Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója, Moldován György, Szepesi Tibor polgármester, Pánti Ildikó önkormányzati képviselő és Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, önkormányzati képviselő is. Facsar András iskolaigazgató az alábbi gondolatokkal köszöntötte a végzősöket és szüleiket. Évről évre szalagot tűzünk és elbalagtatjuk diákjainkat. Ismét eltelt egy év, felnőtt egy újabb évfolyam. Két év telt el azonban az előző, megszokott ünnepség óta. Aggódva vártuk, hogy hogyan alakulnak a körülmények. Lesz-e közönség, lesz-e tánc, látható lesz-e a mosoly az arcokon. Most már biztosak lehetünk, hogy igen. A szalagavatónak, mint minden középiskolában, nálunk is sok évtizedes hagyománya van. Mindenki emlékszik a saját szalagjára, amit annak idején a középiskolában kapott. Nem véletlenül. Az utolsó talán legszebb évre emlékeztet, amelyet fiatalon, akkor még gondtalanul az iskola, a kollégium, ismerős, biztonságos falai között eltöltött. A szalagot végzős kapja, tulajdonképpen kiérdemli eddig munkájáért. Bár apró, az élénk színű szalagnak üzenete van. Hordozója különleges. Épp most készül a felnőttek világába lépni. A rokonok, ismerősök büszkék, még az ismeretlen emberek is más szemben néznek át. Ma 8 osztálycsoport vár arra, hogy jelképesen végzősé váljon. 81 jelvár arra, hogy megmutassa, ez lett belőlem. Felnőttem. Kész vagyok megmutatni, mit tudok. Van, aki az érettségi, van, aki a szakmunkás vizsga előtt áll. Van, aki mögött 2, 3, 4, vagy akár több év munka áll. Ami közös, hogy iskolánk kapott bizalmat arra, hogy segítsen céljaitok elérésében. Hogy milyen minőségi változás történt, az a vizsgákon is, ahogy szokták mondani, az életörvös útján derül ki. Hangzott el az iskola vezetőtől, majd az osztályfőnökök feltűzték diákjaiknak a szalagot. Ha statisztikai adatokkal kellene alátámasztanom a ma estét, akkor úgy tudnék fogalmazni, hogy 81 tanuló kapott ma szalagot, 10 osztályba járnak, illetve 8 osztályba járnak és 10 szakmát tanulnak. Ebben a kereskedőtől kezdve az asztalosokig hallhattuk, hogy sok-sok mindenki van, ami azt is jelzi, hogy vannak, akik 3 évesek, vannak, akik érettségire felkészítő osztály. Hány évet lehet tanulni itt? Gyakorlatilag végtelen lehetőségek tárháza jelenleg a szakképzés. Ugye, ha fordítva is visszafelé kezdeném, az érettségire felkészítő 2 éves évfolyamtól egészen az 5 éves technikumig, ami ugye a szakérettségivel zárul. Először a 4 év után a klasszikus közismereti tantárgyakból, az 5. évben pedig a szakmai tantárgyakból lehet érettségi vizsgát tenni. Tavaly már nem tudták megtartani a szalagavatót, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt mindenki nagyon várta, és biztos, hogy jó is volt, hogy előre hozták, hiszen így biztosan meg lehetett a mai estén tartani. Sokat készültek a végzősök? Rengeteget, gyakorlatilag a tavalyi évben a meg nem tartott szalagavatókor elkezdődött ez a készülődés, ami ez így ebben a formában nem igaz, mert házi ünnepség keretében mégiscsak meg tudtuk ezt valósítani, de tanteremben egy-egy osztálynak mégis úgy gondoltuk, hogy kevésbé ünnepélyes, mint itt a Dérinében, báli körülmények között. Mindig megható jelenet, amikor a gyerekek oda mennek a szülőkhöz és átadják a világot. Most is láttunk azért könycseppeket, meg a tánc után is láttunk azért kis megkönnyebbülést is, meg egy kis elgondolkozást is, hogy akkor hétfőtől most már csak az érettségi van. És mindenkinek valami más szakma. Igen, gyakorlatilag a befektetett munka
megtérülése az mindig öröm, akár a szülők részéről, akár a gyerekek részéről, és akár a kollégáim részéről is, hogy igen, megérte a próbákra eljárni, igen, megérte tanulni, és nyitva az út, igen, a képzés végéhez közeledve. Most egy kis szünetre elmennek a diákok, de szünet után akkor már tényleg csak az lesz, hogy a májusi vizsgákra készüljenek. Miben tudnak segíteni, mennyiben jelent ez a pedagógusoknak, szakoktatóknak plusz munkát? Nem jelent plusz munkát tulajdonképpen, mert ebben élünk. Nagy rutinnal fogjuk a következő időszakot is venni, hiszen a felkészülésnek folyamatosnak kell lennie. Aki most kapcsolódna be igazán az aktív tanulással, még ő, az a tanuló sincs elkésve, hiszen itt vagyunk mi mögötte, ott van a család mögötte, és hogyha ott van az akarat, akkor minden ideális ahhoz, hogy ez sikerüljön is. Reméljük, így lesz akkor mindenkinél, és akkor évvégén elmondhatjuk, hogy akik ma 81-en szalagot kaptak, ott lesznek, és át is veszik a sikeres bizonyítványukat. Bízunk benne, egy ilyen 100%-os eredményességnek szerintem mind az iskola vezetése, mind a kollégák is egyaránt örülnének. És azért szóljunk még a két táncpedagógusról, aki betanította a táncot, hiszen én említettem a táncot, de mondjuk, hogy kik voltak. Vasné Szűcs, Edith tanárnő és Pál Marian tanárnő. Nekik is azt hiszem, hogy sok munkájuk megtérült a mai este. Igen. Rengeteg meló van ebbe belefektetve, hogyha szabad ilyen közönségesen fogalmaznom, mert igenis a gyerekeket össze kell szedni a délutáni próbára. Igenis ez a pedagógusnak is teher, jó ízű teher, de teher. A közös ének és műsor után egy-egy szál virággal köszönték meg a végzősök szüleiknek a támogatást, majd két tánccal, keringővel és modern egyveleggel ért véget a szalagavató. Dr. Habil Őrsi Julianna évtizedek óta lázasan kutatja és gondozza a jászhunság és a megyei néprajzi történelmi értékeket. Meg annyi kötet és tanulmány született munkája nyomán, és 71 évesen is fáradhatatlanul dolgozik. A Csokonai Könyvtárban mutatta be az általa szerkesztett Jászhunság évkönyv 7. kötetét és a Népi Kultúra Elkötelezettje című munkáját. Tavaly volt arra idő, most a jó oldalát mondom, hogy könyveket szerkeszthettem, és hát sikerült kiadni is. 3 kötet jelent meg 2020 évvégén. Ebből egy az, amit Eskovács Ilona mutat most be, a Kihívások és Válaszok című kötet, de megjelent a Jászhunság 2020 évi száma, a 7. kötet, megjelent a népművészekről és alkotókról egy kötet, úgyhogy így most mind a hármat a karcagiak figyelmébe ajánlom. Még ebben az évben meg fog jelenni a Jászhunság 8. kötete, tehát ez egy évkönyv, úgyhogy azért is merem mondani, hogy ez az anyag egybe van, ezt szerkesztem jelenleg, és remélhetőleg évvége felé megjelenik. A karcagi születésű szerző már általános iskolában kutatott, és az emberekkel való találkozás ösztönözte írásra, majd kutatásra. És bár újságírónak készült, mégis néprajzos lett. Középiskolásként bejárt a Karcagi Múzeumba kutatni. A debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen a történelem mellé a néprajz szakot is felvette. Karcag kutatását 1970-ben kezdte, amiből szakdolgozat később doktori disszertáció lett, és könyvformájában is megjelent, és az egyetemeken kötelező olvasmányként szerepel, vallja a szerző. A Karcagi Múzeum múzeológusaként életmódkutatásba kezdett, a Nagykunság több településén végzett társadalmi és néprajzi helytörténeti kutatást is, emellett a civil szervezetek segítsége is mindig fontos volt a számára. Az elmúlt évtizedek alatt számos könyvvel gyarapította a Jászhunság értékeinek sorát, a tanulmányok, újságcikkek száma is meghaladja az ezret. Ezen kívül még van 2 kötet, amit szeretnék kiadni, azokra még nincsen pénz. A II. Világháborúról is szeretnék egy kötetet kiadni, amiben karcagiak, nagykunságiak szerepelnek főleg.
és ezt már tulajdonképpen több éve tervezem, hogy megjelenjen, de eddig még nem sikerült rá pénzt kapnom, de úgy gondolom, hogy ez, mivel az első világháborúról is kiadtam egy kötetet, kutya kötelességem, hogy ezt is kiadjam. Hát remélem, hogy majd valahogy csak meg fog jelenni, és azon kívül már újabb konferenciák voltak, most legutoljára például Jászapátiba tartottunk egy konferenciát, itt a kisipar és a népművészet volt a téma, és hát ez is egy kötetre való, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben az is megjelenik, meg a további kötetek. Dr. Habil Őrsi Julianna által szerkesztett Jászkunság 7. kötetének bemutatása és a Népi Kultúra Elkötelezettje című munkájának ismertetése után dr. S. Kovács Ilona etnográfus a Kihívások és Válaszok a Népi Kultúrában című könyvet, amely tavaly dr. Őrsi Julianna 70. születésnapjára jelent meg, ajánlotta a jelenlevők figyelmébe. Őrsi Julianna születésének 70. évfordulójára készült ez a kötet. Ennek a kötetnek a fejezeteit pályatársak írták, méghozzá olyan pályatársak, amelyik az Őrsi Julianna által kutatott társadalom-néprajz különböző szakterületeinek egyébként szintén a tudósai. Őrsi Julianna könyvében ezen kívül még egy nagy bibliográfiát találnak az olvasók. Ez a bibliográfia tartalmazza a 65 és 70 éves kora között készült írásait, könyveit. És végül egy nagyon szép rész fejeződik be ez a kötet, mégpedig Őrsi Julianna régebbi írásai, különböző újságokban megjelent rövid, inkább irodalmi, mint sajtó, de nevezhetjük sajtótermékeknek is. Nagyon érdekes a kötet, azért érdekes, mert hiszen Őrsi Julianna gyakorlatilag a Nagykunságon jelen pillanatban a legnevesebb, legmagasabban képzett néprajztudós, akire az egész Nagykunság büszke lehet. Őrsi Julianna társadalomkutató. Ha én valamit tudni akarok Karcag és a Nagykunság társadalmáról, akkor azonnal telefonálok Julikának, ő biztosan tudni fogja. De ugyanakkor, mivel gyermekkorunktól ismerjük egymást, és azonos társadalmi rétegből származunk, rendkívül sok a közös élmény, ami összeköt bennünket, annak ellenére, hogy ő Tanyáról indult, én meg a Hunyadi utcából, de végül is mind család, mind az iskolák összekötnek bennünket. A kötetben a kollégái írtak a szerzőről, de részletes forrásjegyzéket is közölnek a könyvben. Székelyföld autonómiájának napjáról emlékeztek meg az őrtűz meggyújtásával a Bengecsegi kilátónál. A Székely Nemzeti Tanács 2016-os felhívás alapján ezen a napon imákkal és őrtüzekkel emlékeztetnek arra, hogy a székelyek nem mondanak le jogos igényeikről. Közel 20 önkéntes gyűjtötte a hulladékot a karcagi déli temető környékén. Az önkénteseket Szepesi Tibor polgármester koordinálta. A karcagi fiatalokból álló Nexus Egyesület hirdette meg a programot. A civil szervezet vezetője kérdésünkre elmondta, idén már ez a 10. ilyen akciójuk volt. Ökrös Dávid hangsúlyozta, az egyesületük alapszabálya is kiemelten foglalkozik azzal, hogy a fiatalok figyelmét a fenntarthatóság és a környezettudatosság felé fordítsa. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!